Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Jób könyve 37. részének 13. verséből szól hozzánk Isten igéje. Figyelj csak ide, Jób! Állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. Jób és barátai vallomásából kiderül, hogy Istenről mindenki a saját tapasztalat alapján tud beszélni. Akinek megismerték, úgy beszélnek róla, és annak vallják. Így van ez ma is. Vannak emberek, akik Istenről egyáltalán nem beszélnek, mert nem ismerik őt. Azért, mert nélküle élnek. Ezért nem tudnak beszélni róla semmit. Sokszor nem is az ő hibájuk ez, hanem azok, akik nem beszéltek nekik róla, vagy lehet, beszéltek neki, de nem vették komolyan. Ott van a reménység a szívünkben velük kapcsolatban, egyszer majd a vágy feltámad az ő szívükben, hogy milyen Isten, hogyan lehet megismerni őt. Aztán vannak emberek, akik megismerik Istent úgy, mint a teremtő urat, úgy, mint Elihu és a barátai. Olyan szépen tudnak beszélni a Jób könyvében Isten fenségéről, teremtő hatalmáról, amiképpen egyik énekíró is teszi ezt, kicsiny fűszálban, óriási tölgyben, hatalmas vízesésben, tenger morajlásában, ahogy Isten megteremtette azt, az ember rácsodálkozik Isten teremtő hatalmára. Aztán sok ember tud a gondviselő Istenről, aki a világot nem csak megteremtette, aztán magára hagyta, hanem ahogy a Káténk is mondja, ma is fenntartja és bölcsen igazgatja. Ez az Isten gondviselése. Nem hagyta magára ezt a világot, nem felejkezett el róla, hanem ma is fenntartja és igazgatja. És sok ember megáll itt, nem jutnak el addig, hogy az Isten mennyei atyánk Jézus Krisztus által, mert erről szól hozzánk az örömhír, az evangélium. Adja Isten, hogy ne csak azt tudjuk énekelni szívből, hogy gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem, hanem azt is, az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. A szívem mindenestől az Úr elé viszem, megtisztul minden szenttől a Jézus vérében, a Jézus vérében. Amen.